Magyar győzelemmel indult Szekszárdon a Hungarian Open nemzetközi légfegyveres verseny 2,5 napos sorozata, mégpedig egy abszolút újnak számító olimpiai versenyszámban, a párosban. Nagy öröm volt, hogy Miskolci Julival a komáromi páros meg tudta nyerni a nemzetközi versenyt. Párja Nagy Sándor, aki juniorban volt 5 évvel ezelőtt, fekvő Európa-bajnoki érmes, egy olyan párost alkottak tegnap, aki ellenállhatatlan volt, és megverték az ázsiaiakat, és én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy előrelépés. Pisztolyban is jól szerepelt az új olimpiai versenyszámban a vegyes párosban Major Veronika, Tátrai Miklós kettős. A dúó hölgytagja ezzel immáron 3 számban is érdekelt ebben a sportágban. 5 évvel ezelőtt még a futó céllövésben volt ismert, ma már az első 10 között jegyzik a világranglistán a keszthelyi klubból induló légpisztolyos válogatott versenyzőt, Major Veronikát, aki egyébként a szekszárdi versenyre már úgy jött el, hogy lezárta ezt az évet, így nem a top formában versenyzett. Persze neki kötelező volt minden számban, ahol elindult, az élmezőnyben végezni. A vegyes páros az egy teljesen más történet, mint az egyéni versenyszám, hiszen ott ketten állunk a lőállásban, és nem csak saját magamra kell figyelni, hanem a páromra is. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas versenyszám nekünk, sportolóknak is. Nagyon szeretném azt, hogy az olimpiára ebben a versenyszámban is kijussunk. Ugye itt a pároknak kell kvótát szerezni, úgy kell kijutni, de szerintem mind a ketten mi kivel megteszünk mindent azért, hogy ez sikerüljön. Együtt is kell gyakorolni, vagy külön-külön? Edzőtáborokban nyilván kell együtt edzenünk, egymás mellett lőni, gyakorolni ezt a versenyszámot, de sajnos másképp nem nagyon lehet felkészülni. Együtt kell működniük, annak ellenére, hogy ez egy egyéni sportág, együtt kell működni, egymásért kell lélegezni a verseny közben, tehát mi is próbálgatjuk a különböző párosokat, a sportolók is próbálgatják egymást, hogy hogyan alakul ki végül az a páros, amelyik ütőképes lesz nemzetközi szinten. Nagy és erős mezőny jött össze Szekszárdon az idei Hungarian Openen. Lőállásba léptek a szeptemberi légfegyveres világbajnokság érmesei közül többen is. Feltűnt a mezőnyben egy 2-szeres finn világbajnok, aki a 300 méteres versenyszámban lett korábban világelső. Ott volt a mezőnyben a szerb puskás világbajnok olimpiai bronzérmes Zoran Arunovic is. A valamikor valamiben világkupa győzteseket, helyezetteket pedig nem lett volna egyszerű feladat pontosan összeszámolni. Köztük jó néhány magyarral persze, mint például Miskolci Júliával, Siker Renátával, Nagy Lászlóval, Nagy Sándorral, Tátrai Miklóssal. A Puskás Sili Péter és az ebben a számban már 2 éve berobbant Péni István, a pisztolyosoknál pedig a szintén komoly névnek számító Csonka Zsófia sérülés miatt ezúttal nem tudott indulni a Hungarian Openen. Viszont az idén üstökösként berobbant az Argentinában lezajlott ifjúsági olimpiát légpuskában megnyerő komáromi illetőségű Pekler Zalán, valamint a szintén junior korú nagy reménységünk Egri Viktória eljött és versenyzett Szekszárdon. Utóbbi a korosztályában győzött is. Pekler Zalán ezúttal nem tudott beleszólni a dobogóért zajló küzdelembe, saját korosztályában sem. Legfőképpen persze azért, mert fegyverének csöve éppen itt a Hungarian Openen mondott csődöt, másrészt pedig a sportlövészetben kiváló japán és koreai juniorok magas szinten remek követségeket teljesítve uralták nem csak a junior versenyeket, hanem a felnőttekkel együtt folytatott versenyben is ott tudtak lenni a dobogón az ázsiaiak. Ami eléggé kimagasló eredmény, ez Dénes Eszter tegnapi junior puskában elért alaperedménye volt, ami már komoly nemzetközi mezényben is komoly eredményre ad okokat és reményeket. De a többiek is azért szépen helytállnak. Nyilván van, akinek egy picit gyengébben sikeredett, de azért születtek nagyon szép és jó eredmények. Külföldiek egyébként azért komoly erőt képviselnek itt, főleg a koreai. Jön, kopogtat az újabb magyar sportlövő generáció. Hála a kiemelt sportági támogatásnak, elmondhatjuk, fegyverben, lőszerben és a szintén nagyon fontos ruházatban nincs előnyben egy ázsiai vagy éppen európai tehetség sem. Kisebb a merítési lehetőségünk, és nagyon sokat kell dolgozni, és nagyon elhivatott embernek kell lenni, akiket sportot űzi, hogy tényleg meg tudjuk verni a világot. Technikában, szakmai tudásban szerintem állunk úgy, hogy meg tudjuk verni a világot, hiszen számtalan magyar sportlövő bizonyította azt, hogy jó képességű és tehát megfelelő technikával is rendelkezik ahhoz, hogy meg tudja verni ezt a világot.
Ezt a bizakodásra okot adó helyzetet, állapotot az olimpia előtt másfél évvel a Magyar Szövetség két évenként esedékes főversenye a szekszárdon már harmadszor megtartott Hungaria Open is hűen visszatükrözte.